Szeretettel köszöntöm a délután Isten tiszteleten résztvevő hallgatókat, nézőket. Délután folytatjuk a már délelőtt megkezdett reformáció napi gondolatokat, amelyek nagyon sajátos reformációról szóltak délelőtt, az özönvíz által megreformált emberiségről. A gondolat, hogy Noé napjait Jézus maga is felhasználja a végső idők emberiségének minősítésére, visszatér a Máté evangéliuma után a Lukács írása szerinti evangéliumban is. Délután innen fogunk ígéket olvasni, és innen nyerünk egy olyan panorámát az utolsó időkre, amelynek a képeit maga Jézus festi le szavaival. Jöjjünk most imádságban Isten elé, és köszönjük meg, hogy az ígének jövőképe a legbiztonságosabb jövőkép. Imádkozzunk! Megállok előtted, örökké való Isten, akinek nincs kezdete és nincs vége, aki tökéletesen látod a múltat, a jelent és a jövőt, minden mozdulatot, minden eseményt tökéletesen tudsz előre, befolyásolni tudod azokat, megszüntetni vagy másképpen alakítani. Mi most hálát adunk azért, hogy az ige leírja azt a jövőt, ami vár az emberiségre, és hálát adunk azért is, hogy bölcsességedben nem menetrendet adtál, hanem állandó készenlétre figyelmeztetsz mindnyájunkat. Fáj a szívem, Uram, hogy a múlt bűnei nem változtak meg, az emberiség ma is ugyanúgy, vagy talán még fájdalmasabb módon szomorítja a te atyai szívedet istentelen életmódjával, azzal, ahogyan elszakad az igazságtól és a hamisság útján jár. Fáj a szívem, Uram, hogy a kereszténység meggyengült és nem tölti be küldetését, hogy hirdesse az igazságot és a te dicsőségedet itt a Földön. Meggyengült kereszténységünknek minden betegségéért és nyomorúságáért hozzád fordulunk, Urunk, gyógyulásért. Tégy minket is, akik most nézzük ezt az adást, vagy hallgatjuk, tégy olyan készséges üzenetvivőidé, akik önmagukat már felkészítették a nagy találkozásra, és készek arra, hogy másokat is erre vezessenek rá. Most hívunk, kérünk, áld meg az ígét számunkra, hogy annak üzenete és tanítása mindnyájunknak hasznára legyen. Ámen. Ahogy mondtam, tehát Lukács evangéliumából olvasunk most igéket, és pedig a 17. fejezet 20. versétől a 37. versig terjedő nagy történelmi tamlót. Amikor a farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondják, íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa már közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta. Jönnek majd olyan napok, amikor szeretnétek egyet látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott vagy íme itt, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám az ég aljától az ég aljáig egyszerre villam fel és fénylik, úgy jön el az emberfia is azon a napon. Előbb azonban még sokat kell néki szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogyan Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de azon a napon, amelyen Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztető lesz, a holmia pedig a házban ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mező lesz, szintén ne forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti, az vissza fogja kapni. Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik.
Két asszony őről majd együtt az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Azok pedig azt kérdezték tőle, hol, Uram? Ő pedig így felelt, ahol a test, oda gyűlnek össze a saskesejük is. A délutáni igénk, bár nincs advent, mégis a végső időkről szól, hasonlóan a délelőtthöz, a kettőt az köti össze, hogy Jézus mind a két evangéliumi leírásban beszél Noé napjairól, azaz az emberiség, annak az emberiségnek arról az eseményéről, amikor Isten kegyelmet adott először, de aki nem élt a kegyelemmel, azt arra az ítélet várt. Ez a helyzet a jövőben is, a ránk váró jövőben, hogy Isten most még a kegyelmi időben tartja meg az ő embereit, az ő teremtményeit, de eljön az idő, amikor a kegyelem véget ér, és az ítélet következik majd. Erről a témáról mind a négy evangélista ír valamilyen formában, hosszabban vagy rövidebben, ijesztő drámaisággal, vagy kedveskedő atyaisággal. Máté az evangéliumának 24-25. Versében, talán a versében, két fejezetében helyesebben, a leghosszabban, legbővebben talán. Márk evangélista a 13. fejezet példázataiban mutatja be az Isten országát. Lukács az imént hallott 14 versben mondja el azt, amit fontosnak tart Jézus végső időkről szóló tanításáról közölni. Végül János talán mindössze 3 verset szán erre a dologra, és pedig azt az atyai szeretetet mutatja meg, amikor Jézus megígéri tanítványainak, hogy eljön értük, és hazaviszi őket. Az evangélium leírásában azt látjuk, hogy a farizeusok kérdezik Jézust, és érdekes feltételezés, hogy vajon ez a kérdés mennyire volt őszinte, vagy mennyire kiszámító, mennyire csapdát állító, provokatív kérdés. Így szólt a kérdés tehát, hogy az Isten országa mikor jön el? Lehet, hogy ezt a gondolatot az készítette, vagy ezt a kérdést az hozta fel bennük, hogy a korábbi versekben olvasunk, Jézus meggyógyít 10 leprást. Ilyen hatalommal senki nem bír, csak a Mesiás.
A közelgő Páska ünnepe is lehet, hogy arra késztette őket, hogy a Mesiás gondolatkörében járjanak, és az Isten országát a Mesiás megjelenésével azonosítva teszik fel tehát a kérdést, mikor jön el. Jézus komolyan veszi a kérdést és logikusan válaszol, először is két negatív megközelítéssel, két nemleges megközelítéssel, azt mondja, hogy Isten országa nem úgy jön el. Tehát egyszer megmondja, hogy hogyan nem fog eljönni, azaz nem kiszámíthatóan, az ember azt előre nem tudja kiszámítani. Sem pedig helyileg nem lehet megállapítani, itt vagy ott lesz. Nem intézményekről, egyházi vagy politikai intézményekről lesz szó tehát. A másodszor, illetve a válaszának második része viszont már pozitív, amikor azt mondja, hogy az Isten országa már közöttetek van. És ezzel a már szócskával jelzi, hogy valami fontos történt, az a bizonyos ország már elközelített, itt van közöttünk, bennünk. Az entos hymon görög kifejezés, a bennünk vagy a köztünk egyaránt értelmezhető, és valóban, ha úgy nézzük, itt most a zsidó farizeusokra vonatkoztatva, igaz, hogy bennetek van az Isten országa, hiszen ők azok, akik naponta elmondták a Sömát, vagyis a Sömá Izrael, vagyis hallod Izrael, egy az Úr a te Istened. Amikor ezt elmondták, ezt a rövid imádságot, vagy inkább egyféle meghatározott Isten. Amikor ezt elmondták, egy rövid hitvallást tettek ezek az emberek, és ezzel mondta, hogy Isten már a szájukon van, vagy Isten országát hirdették az ő szájukkal, vagyis bennük van, bár sajnos nem vették ezt komolyan. Az, hogy köztetek van, pedig Jézus a maga személyére érthette. Tehát az, hogy entos hymon köztetek vagy bennetek van, igaz, bennetek, mert hitvallásként mondjátok el, hogy egy az Úr az a ti Istenetek, Izrael. És ugyanakkor igaz, hogy közöttetek van, mert fizikailag Jézus személyében meg is érkezett. Ebben az esetben tehát Isten országa kétféleképpen jön el, eljött Jézus személyében, és eljön, el fog jönni majd újból dicsőségbe. A folytatásban úgy látjuk, hogy a farizeusoktól most a tanítványokhoz fordul Jézus. A tanítványoknak pedig ezt mondta, magyarázatképpen az iménti kérdéshez. Jönnek majd olyan napok, amikor szeretnétek egyet látni az emberfiának napjai közül, de nem láttok. Vagyis az emberfia maga már eljött Jézus személyében, ahogy mondtuk, de, és ezt a tanítványoknak mondja el csak, el fog jönni majd dicsőségben is. Jönnek napok, amikor szeretnétek egyet látni az ő napjai közül. Az, hogy nem láttok, vagy ez a vágy, hogy lássák, igazából arra vonatkozhat, hogy nagyon nehéz napokat fognak élni a tanítványok, és sürgetnék, siettetnék annak a bizonyos napnak az elérkeztét, de nem lehet siettetni, nem lehet megrövidíteni. Ezért lenni a veszélye, hogy hamis reménységeknek esnek áldozatul, ezért figyelmezheti őket. Ha azt mondják nektek, hogy íme ott, vagy íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Benne hinni nem azt jelenti, hogy mindent hinni. Sajnos a mai világban a hitetlenség mellett a hamis hit, a másik nagy métej, amely távolítja az embereket az Isten igaz ismeretétől. Minap hallottam egy olyan bizonyságtételnek aligha nevezhető beszélgetést, amely egy covidos betegnek két hónapi mélyaltatásban, kómában levő idejéről szól, amely ide alatt ő a mennyben járt. Nagyon érdekes dolgokat mondott, bizonyára azoknak, akik nem ismerik a Bibliát, izgalmas lehetett, de aki valamennyire is ismeri a Bibliát, nem tudta csak szégyelni magát ilyen hamis tanítások, ilyen hamis beszédekről. Túl azon, hogy járt, vagy nem járt, amelyben ezt most nem akarnám taglalni, egyáltalában miért vannak ilyen külön utasok, vagy egyszemélyes körutazások a mennyországban, erről nem ír a Biblia egyáltalában. Aki pedig ott járt, mégis, mint Pál apostol, azt mondja, hogy azt el sem lehet mondani, de kacarászva, heherészve, ahogy ezt a fiatal hölgy elmondta, azt hiszem, hogy az Istennel való találkozás egy tiszteletnek kifejezésekkel megtűzdelt elmesélése
azt hiteti el sokakkal, hogy hát ez ilyen egyszer és ilyen könnyű. Isten, bocsánat, nagyjából így érzem, jó haver. Na, Jézus tehát visszatérnek ide az igénkre, azt mondja, hogy ne engedjétek, hogy elhitessenek titeket, mert lesznek hitetők. Bennem hinni nem azt jelenti, hogy mindent el kell hinni. Mert az, amikor eljön az embernek fia, az egy látható esemény lesz, mint a villám úgy fog eljönni. Tökéletes hasonlat, hiszen a villám messziről látszik, és szinte mindenhonnan. Az, hogy az egész világ újra látni az ő eljövetelét, fizikailag számunkra most talán megmagyarázhatatlan, de valamilyen formában, ezt Isten véghez fogja vinni, hogy egyszerű legyen látható mindenütt. A 25. versben úgy tűnik, mintha Jézus a beszédével kitérne a téma elől, amikor azt mondja, hogy mielőtt, tehát ez a nagy villámlásszerű megérkezés az ember fiának azon a biztos, bizonyos, titkos napon megtörténne, azelőtt még neki sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. Nem véletlenül mondja ezt Jézus, mert ahhoz, hogy ő dicsőségben visszajöhessen ítélni, ahhoz neki valóban le kell győzni a halált, le kell győznie mindazt, ami megkötözi az embert, és ehhez először át kell menni a halál árnyékának völgyébe. Tehát amikor azt mondja, hogy előbb meg sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől, a halálát itt most ugye nem említi, az nem véletlenül kerül ide. Ez az ő útja, amit meg kell járnia ahhoz, hogy a dicsőséget, amelyet csak ő érdemel meg, megkaphassa. És most érkezünk el oda, ami az összekötő lánc, tehát a délelőtt és délutáni igék között, ige hirdetések között. Ami Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Már ismerős, mit tettek akkor? Ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek. Egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Mert utána kezdtek gondolkodni. Csak már késő volt. Azután jött az özönvíz és elpusztított mindenkit. Jézus lesz most itt Lukácsnál egy hozzáadott bővítményt, egy hasonló esetről, ami már később, a már ismert történelmi időkben, Ábrahám korában történik, amikor Lótról, a Sodomába költöző Lótról szól és tanít, éppen úgy lesz, tehát az ember fiának eljövetele, mint ahogyan Lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, ez most a magyar nyelvnek ezt a rettenetes kopogását adja vissza, ez a néhány szó, de most azt figyeljük meg, hogy mintha még tovább lépne Jézus az iminti képtől, hiszen eltelt pár év, század év, ezred talán, minden esetre sok-sok ember öltő, változott az emberiség. A kiemelendő, fontos üzenetekből Jézus ezt a kettőt, négyet megtartja, ettek, ittak, ez a kettő, bocsánat, és aztán így folytatja, és ez Noénál még nem volt, adtak, vettek, ültettek, építettek. Vagyis az emberiség, mintha tovább fejlődött volna, az adásvétel, a kereskedelem már beindult, mint olyan, ültettek és építettek, a technika megint csak megindult. És ha belegondolunk a mai ember, tehát a mi korunkban, hát ez van, a kereskedelem, a technika, hatalmas erővel bírnak, ezek mozgatják az egész a gazdaságot, a gazdasága a pénzügyi világot, a pénzügyi világ pedig motivál mindenkit arra, hogy hajtson. Tehát egy ilyen ördögi kör lehet ez, amit már Lót napjaiból létezőnek mond el Jézus. A hangsúly mind a két esetben mindenképpen az, hogy nincs továbbra sem látható vagy érzékelhető jele annak a napnak, amikor az emberfia el fog jönni. Hiszen ha délelőtt a Noé napjairól, most az emberfia napjairól beszélünk, ebben az esetben arról a napról, amikor mint a villámlás fog megjelenni az égen, hogy eljöjjön, ez a második eljövetele lesz, ítélni az embereket. Ugyanúgy normális mederben folyik minden, mint ami az emberfia megjelenése előtt volt. Ettek, ittak tehát, adtak, vettek és ültettek, valamint építettek. Ha megfigyeljük, azért nem nagyon lehet vádat kiolvasni Jézus szavaiból. Nem úgy mondja ezt, hogy ez rossz dolog lenne. Ahogy délelőtt is említettem, a probléma az volt, hogy ez volt az élet céljuk. Enni, inni, házasodni, tehát a test örömeinek élni. Jézus úgy tűnik, hogy normálisnak találta ezt a dolgot,
az adást, vételt, mert egyik példázatában, kicsit korábban, a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy egy ember vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyik kezdték magukat mentegetni. Az első azt üzente, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni és megnézni. A másik ezt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most vettem feleséget, a régi fordítás szerint, most nősültem. Tehát megint csak egyféle vételről van szó, vagyis az életnek velejárója azt, hogy adni, meg venni, meg ültetni, meg építeni. A probléma az, hogyha az életet ez határozza meg. Az élet lényege ebből áll. Megszerezni azt, ami a testnek öröme, aztán élvezni a test örömeit, és kezdeni előről ezt az ördögi körforgást. Itt is, délelőtt igényben is megint csak hangsúly azonban, hogy teljesen váratlan lesz a dolog, amikor már az emberfia megjelenik, és az időpont találgatása lehetetlen. Az, hogy ráérek majd akkor, az lehetetlen megoldani, mert nem tudjuk, mikor lesz az akkor. A bizonytalanság viszont egy állandó, szent készenlétre készteti az ember. Ez az, amiben hiszem, hogy élünk, vagy kell, hogy éljük mindnyájon. Abban a készenlétben, amely bármikor elő tud állni Isten hívó szavára. És végül az utolsó szakasz ennek a felolvasott ígének a 31. versen kezdődve ezt olvassuk. Azon a napon, aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, szintén ne forduljon vissza. Vagyis a váratlanul letörő vagy előtörő emberfia, megjelenő emberfia, aki mint a villámlás az égen úgy jön, teljes váratlansággal és mégis láthatóan mindenki számára ijesztő jelenségnek fog tűnni. Az emberek úgy tűnik, hogy menekülni akarnak a háztetőről, leszaladni a házba, hogy amit még lehet megmenteni, mentsen el. Mentsen meg. A híradóban láthatjuk, hogy a hirtelen erdőtüzek, vagy a hirtelen áradások, vagy bármilyen földi kataklizma, amelyekből sajnos egyre több és egyre súlyosabb jön létre, keletkezik. Az emberek kapnak egy fél órát, egy órát, nagyon rövid időt arra, hogy a hatóságok felügyelete alatt gyorsan összeszedjék a legfontosabbakat, és meneküljenek valahova biztonságos helyre. Jézus azt mondja, hogy ezt se tegyétek. Nem. Akkor már késő. Akkor már nem lehet kapkodni. Teljesen fölösleges, hiszen az pillanat, a számonkérés és a számonás pillanata elérkezett. Nagyon fontos lenne meglátni, hogy a következő versek nagyon határozott vonalat húznak az emberek közé, ahol a személyi, az egyéni felelősségről van szó. Emberek, akik együtt vannak, és vannak közülük, akik készek, és vannak, akik nem készek. A megszokott képtől eltérően, ahogy az elragadtatásnál az igazak ragadtatnak el, és a hamisak maradnak a földön, figyelmes olvasással meglátjuk ennek a kontextusából, hogy itt nem az elragadtatásról van szó, hiszen egészen másféle képen jelenik meg Jézus, mint egy villám, mindenki számára láthatóan, és az emberek félnek, futnak, menekülnek szemben azzal, amikor szeretettel, örömmel várják, és mint egy epekedve, felnyújtott kézzel készek arra a szentek, hogy Jézus magához vegye őket. Vagyis itt az elválasztás, az ítéletre való szétválasztás történéseit olvassuk, úgy, ahogyan Jézus is elmondja a sokak által félreértett, jobbkéz és balkéz felé választott nemzetekről, a kecskék és a bárányok, az atyának áldottai és az átkozottak csoportjáról. Ennek a képe itt visszatűnik, de most nem nemzetek, hanem személyek, egyének képében, amikor azt olvassuk, hogy ketten lesznek egy éjszakán, egy ágyban, ketten örülnek együtt egy malomban, ketten lesznek a mezőn, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Mérvadónak tartott indoklás szerint a felvétetik, azaz ítéletre vétetik fel, vagy el, talán az elvétetik, ez jobban illik ebben a gondolatban. A másik pedig ott hagyatik arra a dicsőségre, ami vár majd rá. Tehát ugyanúgy, mint az elragadtatásnál,
kétfelé lesz osztva az emberiség, azok, akik elragadtatnak és akik maradnak, ebben az esetben pedig, ami tulajdonképpen a Jézus második visszajövetelének képeit hozza elén, az elvétetés, vagy felvétetés, az ítéletre, vagy az ítéleti listára való felvétetés, ahogy tetszik, ezt a képet hozza nekünk. Ez ijesztő, de mégis tényszerű. Jézus maga mondja el, hogy ez lesz, aki felvétetik az ítéletre, annak a sorsa már nem változtatható. Aki itt marad, az pedig belép az Isten országába. Egy utolsó vers még itt a végén, ami sok-sok kérdés és kérdőjelet hordoz magában, talán leginkább azért, mert tipikusan keleties tömörséggel és tipikus szóhasználattal van megfogalmazva. Amikor Jézus elmondja tehát, hogy ez a nagy kettéválasztás megtörténik az emberek között, az ítéletre vitel és a dicsőségben megmaradás helyzetében, akkor azt mondja, hogy a tanítványok kérdésére, hogy hol Uram, ami önmagában egy nagyon zavaró kérdés, mert nem tudjuk mire vonatkozik, csak sejthetjük, hogy hol lesznek azok, akik elvétetnek, Jézus válasza ugyanilyen homályos a mi számunkra, ahol a test, oda gyűlnek össze a sarskesejük is. Sokféle magyarázat és megközelítés sem van ennek az ígeversnek, amelyek nem ütik egymást, inkább kiegészítik, azt mondanám, amikor a kérdés, hogy hol lesznek azok, akik felvétetnek, akkor Jézus mondhatta, hogy magától értetődően a vesztőhelyen, és ezt tudjuk, hogy oda szoktak gyűlni a gökkesejük, ahol hullák lesznek az ítélet következtében. Vagy a kérdés, hogy hol fog történni az ítélet, a hol Uram, hol fog történni ez az ítélet, erre Jézus azt mondja, hogy fölösleges ezt megkérdezni, mert nyilvános lesz, bárki rátalál, mint a dögmadarak a testre, ami már egyesetnek indult. Vagy lehet, hogy Jézus csak egyszerűen megerősítette, hogy ezek ítéletre kerülnek. Az ítélet, a halál és a dögevő madarak egy logikus sorozat állomásai. Valakit elítélnek, kivégeznek, halál, tetem, dökkesei. De úgy is lehet gondolni, hogy az istentelenül élők elleni ítélet mindenütt le fog sújtani. Mindenhol, ahol utoléri őket, az ítélet. Drága testvéreim, Jézus beszédein következetesen végigvonul az a szempont, hogy nem a hely és nem az ide a fontos, hanem a készenlét. Ez a reformáció napja megint egyféle új kezdést indokol és sugall mindenki számára. Kívánom, hogy legyen a te életedben is egy új kezdés, amikor már nem számolod az ujjaidon, hogy mikor és hol és miért, hanem egyszerűen leborulsz a kereszt előtt, és átadod magadat, megadod magadat, és várod készen a te uradat. Aki elragadtatásban jön, hittünk szerint először az övéért, de eljön a maradékot megítélni. Azokat, akik új hitet nyertek az elragadtatás utáni világban, maradnak a dicsőséges ezeréves Isten országában. A többiek pedig felvétetnek. Szomorú? Előre meghirdetett isteni kritériumok ezek, amelyek végigvonulnak a Biblián. Nem mutatja senki, hogy nem tudja, ha akarja. Elmenekülni nem lehet, mert a törvény nem ismerete nem mentesít senkit a törvény hatája alól. Így hát kívánom azt, hogy Isten törvényét megismerve az életünket ahhoz igazítsuk, és legyünk boldogok, úgy, mint akik várják megváltó urukat. Amen. Úr Jézus Krisztus, a te szavaid ijesztőek azok számára, akik még nem készültek el, de boldogítóak azok számára, akik várják a te dicsőségedet, akik várják azt, hogy beteljesedjen az ígéretek sokasága, és a földi élet zarándoklata után, a földi pusztaság után elnyerhessük az igazak számára félretett koronát. Köszönöm, hogy vannak figyelmeztető szavak, amelyeket, ha figyelmesen olvasunk, megértünk, hiszen nem titkosak, de figyelmet igényelnek, és ez a megismert igazság arra késztet, arra kell késztesse mindnyájunkat, hogy készen várjunk, készen legyünk.
Köszönöm, Uram, hogy nem hagysz magunkra, nem hagysz elveszni, nem érdemünk szerint ítélsz, hanem vérednek érdemében megkapjuk a felmentő ítéletet. Dicsőség ezért neked, most és örökkön örökké. Amen.